Hello, 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 hello! Szevasztok, srácok, sok szeretettel! Üdv mindenkinek, becsukom az ablakot! Szóval itt vagyunk, és folytatjuk a mi kis bizniszünket. Nagyon sok kiesett, mert hogy az a helyzet, srácok, hogy hazaértem az amerikai dolgok menetének az állásából, és nincs a garázsban. Nézd meg, le van foglalva a kocsikánk. Szóval, hogy hazaértem, de ez miért van lefoglalva? Hát akkor nem azzal megyünk. Majd, hogyha valaki akarja, akkor azzal azt kihozzuk, akkor megyünk ezzel. Szóval, igen, és most innen folytatjuk a dolgokat. Mi van ma? Tulajdonképpen megnyitunk, nagyon örülnék már, ha összejön a pénz, ugyanis, ó, várjatok csak. Írt az az úr, akinek írtunk. Kellemes nyaralást. De, oké. Jó, azért kérdeztem, tudod, hogy hogy nem a gond neki, hogy ilyen sokáig nem tudok virítani lóvét, és az a helyzet, hogy még mindig nem tudok neki virítani lóvét, mert hogy el kéne adnunk hozzá az autót, hogy ugye neki 50 ezret kell adnunk, és én feltettem a fókuszt 29.999-ért, és az azt jelenteni, hogy keresünk rajta rendesen, de ahhoz el kéne tudnunk adni. Úgyhogy rohadtul ezzel leszünk, egyébként ez az autó is baromi jó, és várjatok csak. Megnézem, hogy egyáltalán ez kint van-e? Kint van ez az autó, ezt miért nem viszik el, ez egy baromi gyors autó. Na mindegy, szóval a helyzet az az, hogy tényleg el kéne adnunk, és ilyen szarokat nem megvenni. Hogyha nagyon el akarnak nekünk adni szarokat, akkor pofátlanul mondunk valami lószar árat maximum. Visszatérünk a régi kerékvágásba ebből a szempontból, és ilyen gagyi árakat fogunk mondani, mert egyszerűen drágán nem vásárolhatunk autókat, mert szinte semmit nem keresünk rajta. És hol van még az? Atyaisten, az egy csúszkál. Jé! Yeah. Oppá! Kicsit összerobbantottuk. Tehát hol van még az, ahogy mi magunknak veszünk autót. Még sehol nem tartunk ahhoz képest, úgyhogy igen, hogyha azt eladjuk, az azt jelenti, hogy lesz 60 ezrünk, 63 ezrünk, és akkor 13 ezer pluszba vagyunk, és az üzleten kerestünk, hát elég sokat. Úgyhogy majdnem 10 ezret, ami azért jól hangzik, csak hát ember legyen a talpán, aki ezt azt a 29.999-es autót megveszi, ha bár jó áron van, ugyanis a shopban, kérlek szépen titeket, atya isten, hát mi történik így? Jézusom, tehát hogy a shopban ez baromi drága, hogy vár ott mindenki? Hát te jó isten, mi történik itt, srácok? Hűha, na jó, megkérdezzük itt az urakat, hogy ki mit szeretne. Hogy állnak itt? Amúgy, ha nem lennétek, iratkozzatok fel, és nyomjatok lájkot, és kapcsoljatok rá a csengőre. Szép napokat! Hát mi, micsoda tornasorba állnak itt az urak? Na mi, menjünk sorrendbe, vagy ki mit szeretne? Én szerettem volna eladni magának ezt a... Azt már nem mondom, hogy csodaszép zosztovát, mert akit vettem egy úrtól, az eléggé fura ízlése van, de... 1400-ért gondoltam. Áááá, fú! Hát sajnálom, ugye, uram, de ez egy gyász, ez az autó. Igen, gyász, mondjam, tudom én is. Borzasztóan néz ki. 50-nel robogtam én is végig ide. Hát uram, ezt máshova kell vinnie. 1003? Ne, de egyszerűen eladhatatlanok ezek az autók, hogyha nem full tuningos. Ó. Tényleg egyébként. Hát ön maga is nem vért le hozzá ide ilyen nyomott áron. Már hát, se tudom, ez mennyibe kerül. Nem tudom én se. Biztos meg tudja maga. 1003. Talán. Ja. Annyi. Ha jól tudom. És annyira akarja eladni? Aha. Hát igazából ezért is odaadom magának. Nem, uram, hát ezt tartsa meg szerintem. Ez egy jó emlék, ezt ki tudja tenni a szobába. Kiteszem. Hát gyönyörű. Ezt a szint, ezt ki gondolta komolyan rá? Nem tudom, igazából egy piros úrtól vettem. Hát... Hogy piros? Hát én piros úrtól. Kalifornia paprikától vette? Vagy mire gondolod? Júj, hát... Leégett a napon. Nem tudom, csak elcseréltem az úrral egy ladát, vagy a ladát egy ilyenre. Hát... Fizetett, és gondoltam, mindenki beszél ezt a csontos kárt, azt gondoltam, hogy eladom magának, ilyen nyomott áron.
Hát, tudja. Tudom, ezt nem adja el nekem. Nem adja? Nem. Ez egy gyász ez az autó, ez szerintem jobban jártam úgy a Ladával, az egy komolyabb autó. Hát az meg full tuningos is volt? Szerintem uram, szerintem ne bizniszelgessen, mert úgy néz ki, hogy megüti a bokáját. Na jó, hát akkor ennyi? Ennyien idehozták ezt az autót? Igen. Nem, nekem kettő sem lenne csontos úr fel. Na parancsoljon, nem tudom, hogy ki az, de parancsoljon. Nem én vagyok az. Renault Williams nincsen a csontos úrnak. Hogy micsodám? Az úr Renault Williams. Renault Williams-en. Hát... Igen. Hűha. Hát ez egy nagyon jó kérdés, uram. Nem tudom, a katalógusban nem látott esetleg Renault Williams-et? Nem is nézte, ugye? Szerintem nincsen. Hát most levette azt, aztán azt se tudom már ki maga. Mi? Na, szóval szerintem nincsen, de vannak sokkal komolyabb autók, azért nézzen ott körbe. Hát akkor abban nincs rá. Másik kérdés, hogy az asztalát el lehet vinni a próbakörre. Melyiket? A full tuning az azt. Hát ezt meg kell nézni, hogy megvan. Hát figyeljen, igazából megmondom őszintén, hogy $100 a licit, amivel lehet vinni próbakörre. Átutalom. Rendben, hát akkor persze. Egy bankszámot mondani. Rendben, azt mondja, hogy 23-as. Uram, jó ez az autó, tartsa meg szerintem. Full tuningot bele. Most azon, hogy mit fogok ezzel kezdeni. Full tuningot bele, én azt mondom. Az a rendőr úr az megveszi, ott micsoda? Én nem veszem meg. Jaj. Na. Elküldtem. Köszönöm szépen, hát akkor jöjjön uram. Rendben. Te át tud ugrani? Így persze. Sportos maga. Na figyeljen. Hát most olyan van, hogy ezt meg kell keresnünk. Aztat mondja, mert itt rengeteg autóm van. Szerintem ez lesz az. Igen, ez lesz az. Nézze meg, milyen gyönyörű. Az nincs. Oda nézze. Így van. És mellé azért ez a jellegzetes régi dizájnú, retro felni, azért szerintem komolyat megy rajta. Sajnos nem. Na, kipróbálja? Igen. Na jó van akkor. Kulcs az benne van. Most beleteszem magának oda. Hogy? Köszönöm. Nem biztos, hogy full tuningos, én már totál elfejtettem. Vigyázzon, nehogy itt mehet. Nehogy itt valaminek neki ütközzön. Nem. Vigyázzon, mert a rendőr úr, akit nagyon nézik. Igen. Én nem tudom, hogy mi történik itt. Mi történik itt? Miért vannak itt a rendőrök? Nem tudom, már idejött voltak. Látja, hogy skubizik? Nahogy aztán. Milyen csak autója van jelenleg? Jelenleg én motorral járok mindenhova. Motorral? Csak gondoltam, már vennék egy autót. Na, tolja meg neki egy kicsit. Amúgy nekem ezekben az autókban azt tetszik a legjobban, hogy baromi jól fordul, hogyha kipróbálja. Nagyon, nem kell annyira belassítani, olyan szépen befordul. Betolja a kis seggét. Úgyhogy, hát amihez képest dologról lehetne beszélni, de azért az árért, megmondom őszintén, hogy én ilyen 7000 körül vettem a Lincolnomat, na hát az nem, hogy így megy, az sehogy nem megy. Tehát az egy ilyen gyász ehhez képest. Értem. Alkúkép az autó, vagy... Hát mennyit szeretne? Most 2850, mit szólna egy 2006-hoz? Azt jelenti nekünk a 2007. Jó, annyira eladom önnek. Rendben. Jó, akkor hajtsunk már ide vissza be. Rendben. Csak pillanat, kinyitom itt a távirányítóval ezt a kaput, hogy kicsit közelebb megy. Oké? Okay? Mert igazából 2700. Nekem is van. És úgy esetleg az ura, az motor érdekli? Hát, majd ezt megbeszéljük egy pillanat, csak hozok kiadásvételit. Na, szóval az nem lenne rossz nekünk. És nem lesz rossz, mert 2006, az azt jelenti, hogy 2007 már adott egy 100-ast. Tehát tulajdonképpen 150-et alkudott belőle, most az jó. Valami 2000 környékén vásároltuk. Valahogy, ha valaki emlékszik esetleg, hogy pontosan mennyiért, akkor írja már meg, legyen kedves, mert olyan régen volt az már nekem. Na, azt mondja, hogy pár adásvételi, de sok van.
Tényleg az az úrral is kéne beszélni. Azt mondja, hogy 10 darabot magunkhoz veszünk, és akkor taka, azt meglátjuk, de akkor ezt fixen el tudjuk bótulni, és akkor már azért közelítünk az 50 ezer felé. Ami nem rossz. Na uram, hoztam az adásvételit. Jó, köszönöm szépen. Na, hát használj egészség, és akkor milyen motorról lenne szó? Hát mindjárt mondom, hogy nálunk mit mi kapható. Ja, ön motorkereskedő? Vagy micsoda? Lost MC. Motoshop. Azt a mindenit. Pillanat, és mondom. Telefonon már nyitom a katalógust. Előttem is itt van, nem srácok, nem úgy van az. Ugye, kapható nálunk az a robó, amit maga is kitett a... Igen, tudom, akkor magának van az Avarus Immortus, az is nálunk megkapható. KTM Crossmotor. Ja, de hogy ön el akar nekem egy új motort adni? Igen, viszont... Olcsóban, tehát... Igen, de gondolom ön se tudja eladni őket akkor, vagy önök se. Nekem nem kell amúgy motor, tehát hogy... Van az a két motor, de azokat is, ha eladom. Tehát effektíve nem szeretnék motort vásárolni, én egyszer majd egy autót szeretnék magamnak. Azt hittem, hogy van valami motorja, ami az öné, és mit tudom én, és már nem kell magának, vagy ilyesmi. Nem, mondjuk igazából mínusz egy $1000 tudnék belőlük levonni. Á, sajnos, azon nem tudok cíkli. Nagyon keresni. Tudja, mert amúgy is használt, másrészt most igazából $200 drágábban tegyen fel, tudja, nem... Nem éri meg igazából. Nem, mert úgy van ugye nálunk, hogy feltételezzük egy olcsó jellegűt, ami a Western Cliffhanger, amivel én is érkeztem, 14600, akkor azt mondjuk, ha nem tudom, akár egy 13-2600-ért odaadnám magának, és ugye azt a 2000-et meg én bedobom a izébe. Kasszába. Értem, amit mond, uram, csak ezek olyan minimális árrések, hogy nem érdemes ennyi pénzt beletenni egy olyan projektbe. De figyelj, kettő motorom van, egyiket se adtam még el. Az emberek valamiért nem akarnak motort venni. Önök mennyi eladást tudnak csinálni? Hát ez attól. Hát igazából mitől? Tehát mitől heti szinten mennyi motor az, ami így eladnak? Hát egy ilyen, szerintem van egy átlag 5-6. Aha, tehát az a baj, hogy tényleg baromira kevés motor megy el. Ahhoz képest, tehát hogy nekem kettő van, és még mindkettő megvan. Úgyhogy hát ezek miatt legfőképpen nem tervezek igazából motorokat venni már. Van ez a kettő, aztán valamikor nagyon-nagyon-nagyon elképesztően nyomott áron tudok vásárolni, akkor azt megveszem, de amúgy annyira így nem. Értem. De azért köszönöm, hogy így felajánlott egy ilyen kis kedvezményt, hogyha erről lesz szó, akkor élek vele, de így egyelőre nem tervezek. Rendben. Na hát akkor köszönöm szépen, aztán használj egészséggel szépen. Ezt a gépjármű sárkányt. További szép napot és sikeres eladásokat. Köszönöm. Viszlát. Megnézem, nyitva van-e a kapu. A zugokból. Nyitva. Viszlát. Na, ezzel jól járt? Ez jó áron volt. Na, parancsoljanak, urak, kivitt. Tiszteletem, csontos úr. Igen, parancsolj. Én a robogót szeretném elvinni, hogyha még megvan. Érdekli az a robogó, mi? Túl jó áron lett felrakva. Hát elég csábító, igen. Csábító. Igen. Na jöjjön, akkor ugorjon itt be. Hát én nem is nagyon alkudoznék meg semmit, csak kifizetném, aztán vinni. Igen? Hát ezeket ismerem, én olasz vagyok, ez egy olasz robogó, úgyhogy... Hát igen. Annyira nagyon nem kell vizsgálgatnom, hogy tudjam, mert hát motorszerelő vagyok, úgyhogy... Ó, hát akkor tökéletes, persze tudja bücskölni. Mondjuk nem kell, mert tökéletes állapotban van. Igen, ezért is néztem ki, mert ez problémamentes lesz jó darabig nekem. Bizony, hát csak hallgass, hogyha beröffenti. Ugye? Hát igen. Mondjuk bütykölgetni majd kell, mert kicsikét nehezen húz az eleje, gondolom, mert ez mégiscsak egy 50-es robogó. Hát persze, hát arra van, de hát amellett hát nagyon keveset is eszik. Hát azért igen. Ez a maga nemében egy fenevad. Hát meg ha találok egy esztergást a városba, akkor valószínűleg egyből fel lesz egy kicsit fúrva. Természetesen. Úgyhogy...
Nagyon örülök neki, uram, hogy jó kezekbe kerül. Remélem, hát, slick gumikat is kap. Igazából ilyen boltbajárósnak tervezem, de előbb vagy utóbb ugye minden tuning áldozatává válik. Aha, hát figyeljen ide a lábához, ide tud rakni egy zsugorvizet, hogyha esetleg gondolja. Úgyhogy hát boltbajárásra is tökéletes. Igen. Mondjuk úgy már nehéz lesz egy kerekezgetni vele. Hát, hogyha összefogja a lábával, összeszorítja. Tudja, így összecummantja, akkor tud vele egy kerekezni. Szépen lovagló. Próbáltam természetesen. Igen, igen. Jó kis futárlobogó. Ágyék izomból tulajdonképpen abból. Abból ez simán lehet. Fel ne cuppanjon a víz. Hát uram, hogyha az felcuppan, akkor nincs kérdés. Vannak. Igen. Na, akkor szeretném, papírozzunk? Hogy... Igen, akkor legyen kedves elutalni, vagy kápézni, ahogy önnek kényelmesebb. Hát én elutalnám, mert azért itt nehezen lehet itt a városba készpénzzel mászkálni tartósan. Miért? Hát elhagyom, elszedik. Á, értem. Azért vannak itt furcsa dolgok. Igen, arról mondjuk én is tudok. Nem véletlen vagyok utaláspárti. Igen, én is. Sajnos a szerelőtelepen nincsen bankautomata, úgyhogy ezért is tudjuk, mert ki kell járni. Értem. Úgyhogy ismerős nekünk is, hogy az ügyfél jönne, és akkor 20 000-rel jönne vissza, de kísérjük már el. Jó, hát mondjuk azért szerelőtelepen ne is legyen bankautomata, érti? Hát most... Hát csak ott lehet izét is vásárolni is nálunk, és azért ott van, hogy komoly összegek cserélnek gazdát. Hát igen, csak tudja, hogyha nyoma van a bankban, hát nem jó az. Tudja. Jó, mi a számla? 23-as. Egy pillanat. Már mentő is van ott. Atya le Isten. Kell jönnöm a rádióról, mert megőrültek a szerelők. Ajaj, rendben. Na, aztán srácok. 23-as, ugye? Így van, igen. Ezt 350-ért vettük, csak mondom. Úgyhogy ezen azért keresünk ám. Ha jó, nem olyan sokat, megy 1000-es. De azért úgy... Meg is van. Ó, és $1 borravalót is kaptam, hát köszönöm. Én kerekítettem, mert... Ez ilyen marketing dolog, amit én itt művelek. Igen. Meg egyébként működik is. Tehát, hogy... Megláttam, hogy 999, hát mondom, akkor... Igen. Ma van az én napom. Ez az ön napja, uram. Igen. Ezzel nem jár rosszul, az biztos. Na, átadom ezt. Köszönöm, alá is firkantom. Hát azért fájni fog a szívem, hogy ettől megválom. Megértem, ez egy nagyon-nagyon nagyon jó vétel volt. Igen. Igen. Mármint nekem, azt nem tudom, hogy önnek hát mennyi volt. Hát én nem keresek rajta, uram. De hát igen, ezen nem sokat. Vagyis nem egy sokat 50-est. Tudott. Így, amúgy 49-et kerestem volna. $49. Hát de most már 50-et, uram. Hát ne vicceljen, én utalok magának még egy 50-est inkább. Dehogy is, hát ne utaljon, ne hülyéskedjen. Hát most már késő, elindult a dolog. Elindította hát a tranzakciót? Ennyi haszonréssel nem, vagy ennyi izével nem lehet dolgozni, hát... Nem akartam drágán adni, uram, mert minél előbb meg akartam tőle válni, mert... Hát, de azért valaminek akartam, kell lenni. Hogy ne álljon. Atya Isten! Én nagyon, nagyon nehezen tudtam magam a szerelésből megszedni, és sejtem, hogy azért ez sem leányálom. Hát itt. Nem. Hát nagyon köszönöm szépen akkor. Köszönöm én is. Hát figyeljen, uram, sok kilométert kívánok. Nagyon szépen önnek. Köszönöm. Aztán hát szerintem még látni fog ezzel a városban, hogy itten örömfurikázok. Igen, szerintem akkor majd egy fotót csinálok. Most csináltok erről egy fotót? Persze, nyugodtan. Pillanat csak valahogy így beáll, nagyon. Na így jó. Annyi, hogy a motort fel tudja kicsit pörgetni? Ajaj, kiment a képből, kicsit tolasson vissza. Aha. Na ez az igazi, köszönöm szépen, uram. Mi a szar ez? Hát én is nagyon szépen köszönöm az üzletet. Aztán köszönöm. További szép napot, meg egészséget kívánok. Önnek is. Vigyázzon itt a gyorshajtásra, mert ott vannak kint a rendőrök. Igen, láttam már itt hiénáskodnak. Igen. Köszönöm. Na viszlát, életem biznisze. Na parancsoljanak, urak, olyan csendben itt áldogálnak. Hát, várni kell önre, elfoglalt úgy néz ki. Hát. Én egy üzleti ajánlattal érkeztem önhöz, nem tudom, tudnánk-e beszélni esetleg ilyen ügyben, vagy most erre nem ér rá. Egy picit, szeretne bárki venni autót? Jó, akkor ráj. Micsoda? Akkor sokan jelentkezik. Igen, akkor jöjjön, uram. Lehet ide valami lépcsőt építetni. De terveztem, de még nem készült el.
egész sportos lettem most már tőle. Látszik, látszik azért. Hát köszönöm szépen. Van még hova fejlődnöm. Na parancsoljon uram, jöjjön akkor ide be. Miféle üzleti ajánlattal szeret engem kecsegtetni? Hát, tudja, van nekem egy boltom, de nem csak emiatt. Aha. Biztos annak beszállítói jönnek, meg gondolom a szerződéseket csak úgy kinyomtatja, aztán van annyi, mint a rakás raktáron. Nem tudom, meg szokta törögetni esetleg az autókat. Igen, van kendőm is, vagy mi a jó Isten. Hát, hogyha esetleg kifogyna, akkor nyugodtan tud keresni engem is, itt vagyok a szomszédban igazából. Igen, és milyen áron? Milyen áron adja ezeket? Hát ugye a boltban én 25 dollárért adom. Aha. Viszont 13 dollárért nagyobb mennyiségbe tudok beszerezni. Mhm, 13. Jó, osszuk már meg itt a kontaktunkat, uram. Elvileg én el is küldtem. Aj, köszönöm. Aztán ha olyan van, akkor megkeressem ezzel kapcsolatban. Hogyha esetleg bedöglene itt a nyomtató, akkor a adásvételit én 10 dollárért tudom hozni. 10 dollárért, jó. Nem tudom, milyen érdekje. Hát ezt feljegyzem mindenképpen, hogy akkor ön ezt 10 dollárért tudná hozni. Ezt elfogadom. Edem. Nyilván az Edem Shop az enyém, nem tudom, hallottam már róla. Fúha, hát elképzelhető, de így hirtelen hát, tudja, itt van az állami mellett, bemegy, kiveszi a sok pénzt, bemegy hozzám, ott meg el tudja költeni. De hát önnél is van ATM, akkor miért az államiból? Hát hogyha olyan sok pénzzel megy, akkor nyilván nem tud az ATM-ből annyit kivenni. Tízezreket? Hát akár annyit is el lehet költeni. Na hát igen, gondolom azért megéri egy ilyen boltot üzemeltetni. Hát, megyeget. Illetve nem tudom, szokott ilyen üzleti utakra járkálni itt a városon belül, mert van egy úgymond luxus autóm nekem. Aha. Amit már felajánlottam én egy esküvőre is, és elég esküvőre? Nagy... Esküvőre? Nem, rég itt a napokban volt egy esküvő. Azt a mindenit. És elég nagy sikere volt. Fú, talán a horgászboltba dolgoztak. Onnan ismertem őket igazából. Mert én szerelőként dolgozok, és velük volt szerződésünk, úgyhogy gyakran találkoztunk. Uh-huh. És oda felajánlottam én az autómat. Ja, ilyen izének? Ilyen előjáró autónak? Vagy hogy? Hát igen, azzal ment a férje és a menyasszony. Ó, azt a mindenit. Ja, és ugye ezt bérbe szokta adni ezt az autót? Hát nyilván először, hogyha szeretné valaki, akkor ingyen ki tudja próbálni, vagy akár én is el tudom vinni bárhova, de ez tényleg az a város egyik legdrágább autója, úgyhogy úgy gondolkozzon erről, hogyha ilyen komolyabb eseményre szeretne megjelenni. Milyen autóról van szó? Hát egy Rolls-Royce-ról. Azt a mindenit, hát ez mennyi pénzbe került? Hát ez 300 ezer dollár volt. Jézusom uram, hát azért jó megy ez a bolt. Hát meg azért dolgozni kell keményen, hogy... Hát mi az ő munkája, hogy ennyit tud keresni? Már elnézést. Szerelő vagyok. Ja, hogy meg autókkal a szerelő. Autókkal foglalkozok. Azt ennyit lehet keresni, ha megyek oda. Azon nyomban. Jön nyugodtan, szólok én a főnöknek. Ha biztos, azon nyomban, komolyan mondom. Biztos örül neki, hogyha jó munkaerő áll a házhoz. Hát ez már kérdéses, hogy mennyire lennék jó munkaerő. Én nagyon tudom kerülni a munkát, ha arról van szó. Hát azért itt elég sokat dolgozik, én úgy látom. Hát itt, tehát itt most munka, hát ez azért annyira nem munka. Na jó, hát akkor olyan van, akkor szólok önnek, megvan az ön száma. És akkor, hogyha kell cumó, akkor mindenképpen jelentkezek. És még egy valamit, hogyha gondolom nem nagyon szokott leülni ide ebédelni, mert ahogy látom, elég sokan vannak ott kint. Hát igen, habár hogy miért állnak ott, az egy nagyon jó nekem kérdés. Van házi készítés, rántott húsos szendvicsem is. Ja szar! Egy dollárért. Egy dolcsi. Ez egy nagyon kedvező ajánlat, talán az egyik legolcsóbb így a városban. Uh-huh. Mert a bolti ára is 2 dollár egyébként. Ó, értem. Jó, szerintem akkor keresni fogom önt mindenképpen. És azt milyen mennyiségben tud szállítani? Mert enni azért nagyon szeretek ám. Hát, hogyha egy darabot szeretne, én egy darabbal is ide jövök önhöz. Hát nem, nyilvánvalóan nem egy dollárt szeretnék erre majd rákölteni.
Hát erre sokat nem kell költeni, mert eléggé kedvező ez az ajánlat szerintem. Figyeljen, hozzon egy 50 darabot abból, legyen 50 kedves. 50 darabot, rendben. Aha. De mikorra szeretné? Amikor tudja, akkor hozzá. Amikor tudom. Rendben. De aztán meg ne romoljon ezen a hosszú úton. Hát nem olyan hosszú, mondom, itt vagyok a szomszédba. Ja, tudom, csak így vicceskedtem. Ha meg szereti, akkor tényleg gyorsan meg fog jelni, tehát nem fog megromlani. Ha főleg 50 darabot, pikpak egy nap meg alatt. Meg csak van itt egy hűtő, ha meg hát nem, nincs. Akkor veszünk. Nincs hűtő, de nem kell, megeszem. Beteszem egy klímás autóba, és egész éjszaka járni fog. Na, tökéletes, tökéletes. Igen. Na jó, köszönöm, akkor várom önt, uram. Nyugodtan dobjon egy SMS-t előtte, csak hogy itt leszek-e fixen, és akkor írok önnek, hogy itt vagyok, és akkor meg tudjuk ejteni ezt az rendben. Üzletet. Rendben. Na jó, akkor köszönöm, hogy itt meg jött. Ahogy nézegettem egyébként, elég sok autója van, nem tervezi építkezni itt, mert nem nagyon látom kirakva az autókat, gondolom kicsi a hely. Hát igen, már igazából akarok intézni valami nagyobbat, mert ez szörnyen pici, úgyhogy majd... Befektető nem kell hozzá. Lesz rá, nem, lesz. Szépen alakulnak a dolgok, de köszönöm azért. De autót vehet ám, hogyha nagyon szeretne pénzt költeni, tudám autókat venni. Tekintse meg a katalógust, a világ legjobb állapotban lévő autói vannak most. Jó, az a Rolls Royce is, csak hát az akkora hát bengáli, igen. Érti. Van a Focus RS, az a legjobb. De jelenleg még nincsen önnél. Én nem adnám ki a Focus RS-t, uram. Hát majd lehet, hogy egyszer beruházok rá. Vissza nem térő alkalom, de ön tudja. Na jó, akkor várom a húst. Rendben, mindenképpen hozom. Rendben. Ha meg fuvarkál, szóljon, azzal el tudom vinni. Oké, hát van pár autóm, de rendben, köszönöm. Hát tudja, amit mondtam, hogy ilyen komolyabb tárgyalásokra. Azért mégis jobban néz ki. Jó, oké. Szólok akkor önnek, uram. Rendben. Na viszlát. Na további szép napot, viszlát, jó munkát. Viszlát. Viszont. Szép napot, parancsoljanak. Vásárolni fel autót. Mire gondolt? Zasztavára. Azt nem, azt sajnos nem. Nem vásárolta? Hát akkor... Milyen autó? Más... Mi van benne? Van benne bármi? Ha jól tudom, motor tuning van benne. Hát sajnos ezt nem tudom, uram. Ebből is csak a full tuningos tudom. De nem... De önnek ez mióta van meg? Tegnap éjjel óta. Á. Ja, minden volt? A kocsak ugyanolyan, mint a miénk volt. Hát nem tudom sajnos felvásárolni, uram. És nincs rendszáma egyébként? Van neki. Igen? Hát ja, látom, én a tolatólámpát néztem, persze, hogy van. Nem azért autó, uram. Ja, az nem az öné? Nem. Azért mondom, mert az olyan, mint amit én adtam el. Hasonló. Aha. Na jó, már tényleg azt nem... Atyaisten, mi történik itt? Lendőri túlkapás! Jézusom, urak! Azért köszönöm szépen! Viszlát! Mi történik itt? Hát, tud most már viselkedni? Miért nem is mondtam semmit! Jézusom! De uram, hogy beszél lesokkolva? Rászkodva. Mi történik itt? Jelenleg le van sokkolva. Megvan, uram? Jó van, uram! Hát nem úgy néz ki. Fontos úr! Igen? Nem érdekli magát egy Nissan Qashqai? Nem, uram, hát nem látja, hogy a barátját éppen sokkolták le. Rendőri túlkapásért bemegyek és följelentem. Uzompacsért a kutyát. Hát mi történt? Miért sokkolták magát? Ő se tudja, de hát még a kocsimat is lefoglalták. Hát de most elsétálnak, vagy mi? Hát, droidok, hát ilyen rendőrök kellenek ebbe a városba. Hát ez szégyen és gyalázat. Hát, az biztos. Csak a bőrszínünk miatt csinálják ezt, vagy hát, mi? Hát, biztos. De hát ezt nem fogom elnézni a szemébe, mert ő is fekete. Melyik volt ott az? Hát a fekete, ott. Az sokkolta le magát? A fekete. Megfogta, rám szízott, pik! De nem is csináltam semmit. Hát beszélgettünk, aztán lesokkolta. Micsoda? Lesokkolt. Úgyhogy most be is megyek, azt följelentem az egész rendőrséget. Hát én megyek magával, uram, ezt... Rendben, hát ott volt maga is. Én is megyek vele. Itt volt.
Hát láttam, láttam. Láttam maga is, hogy mi volt. Na várjanak. Pontos úr. Igen? Egy kérdés. Van valami olcsó autója? Ó, hát uram, a prospektus nézze meg, de most komoly problémáink vannak. Most nem, nem most jelentem. Na majd megnézem. Hát majd akkor ezt mindjárt megejtjük, jó? És esetleg csontos rendben. Menjünk szerintem, jöjj! Rendben, rendben. Menjünk, van autója? Van autója? Persze, hogy van. Rendben. Hát a felében már hát rendőri. Hát ilyet. Kaskály. Kaskály. Jöhetek én is? Hát itt jöjjön. Hát köszönöm. Ó, bercivel. De maga nem jöhet be, uram, mert ott a bőrszín... Jöjjön nyugodtan, de nem jöhet be, mert ott nem fognak stimmelni a bőrszínek. Ez egy ilyen... Szövetségi ügy, tudja. Tudom, uram, hát én belül fekete. Ő belül fekete csak. Mondjad! Testvérek vagyunk. Valaki jelölje, legyen kedves befele a rendőrséget. Már jelölöm is csontot. De tényleg semmit nem csinált, uram? Hát most... Hát nem. Beszélgettem a másik barátommal, azt lesoktam. Hát láttam, jó messze voltak a rendőrök. Tud beszélni. Most már tud viselkedni? Mondom, mi van? Azt se tudtam, merre vagyok előre. És valami jelvényszámot nem tudnak? Vagy bármit? Nem is mondott semmit. Lefoglalta a gépkocsimat, mert hát egy drift autóval érkeztem. És hát az kicsit dobálja a kopóját, ugye? De engem ez a sokkolás zavart. Na most uram, írja már ki, hogy van-e valami... Rendben. Izé? Magasabb tízben lévő, vagy hogy szokták ezt mondani, tudja? Na itt egy rendőrautó. Látom. Na itt csak egy rendőrautó. Hát de gondolom ilyen nagyobb kutyák azok bent vannak. Hát azok biztos. Hol lennének? Azok bent pihennek. Á, látom, hogy azért itt komolyabb autók vannak, ha bár ez nem hát. Bent focsorítsák a fogukat. Állj, bök, de menj sehova! Na várjál, itt megkérdezzük az urat. Szép napot, biztos urak! Tisztelette, jó napot! Segíthetek valamiben? Az lenne a kérdésük, hogy ilyen magasabb tisztességben lévő emberke van-e itt? Van, parancsoljon! Na hát, annyi történt, hogy itt az úr mellettem, akit három kollégája, én nem tudom, én éppen autó eladással beszélgettem másokkal, azt az urat így nem tudom hány méterről lesokkolta valami két-három rendel. Lesokkolta a kollégája engemet, semmi indokkal, barátomhoz odafordultam, beszélgettem, visszafordultam. És tényleg én is láttam, nem is beszélgettek a rendőrökkel, tehát... Ezen egy tanult ott, úgyhogy ez beszerent... És akkor megkérdezem, mi történt, azt utána elsétáltak. 5 perce kb. 5 perce, egy színesbőrű úr, meg másik kettő, egy hát valami ilyesmi autóval voltak ott, vagy vannak ott a csontoskárnál. Csak nem tudom, hogy ez... Minden térjen vissza az őrse. Ez bőrszín miatt lehet, vagy? Nem hinném. Engem nem érdekel, hogy ő is fekete, de így velem ne viselkedjön senki. És akkor mit mondod, hogy izé? És nekem meg a saját magánterületemen csinálták, azt annyi nem volt, hogy elmondják, hogy mi elsétáltak. Oda beálltak, hát én nem is értem. Jó, mindjárt ilyet... érkeznek a kollégák. Ja, és le is foglalta a gépkocsimat. Hát jó, művőben. Azt gondolom azért, mert... Jó, mert kidobta a popóját, de hát lefoglalni, hát most szabály. Ja, azt nem tudom. Hogy mondjam, hogy egy fegyelmeztetéssel nem lehetett volna megúszni. Hoppa, annak a... Ugyanilyen gépjármű volt egyébként. Igen. Igen, igen. Azt hiszem, ugye? Nem, egy ilyen Ford volt, vagy micsoda. Ford? Igen, ilyen új gépjármű, ahogy láttam. Most milyeneket most látok, csak először. Igen. Uram, maga nem látta, hogy milyen színű, vagy milyen autó legyenek volt? Legyenek szívesek a kollégák a PD-nek felradni. Nem láttam. Jajjajjajjajj. Hát csak már ilyet én még nem is láttam. És akkor valami olyasmit magyarázott neki, hogy akkor... Ez volt itt! Ez! Ez a gépkocsi volt. Na jó! Tiszteletem, kollégák! Tiszteletem! Szűrbőrű úriember! Na urak, mondják el, mi történt. Elmondott mindent a csontos úr. Nem, én nem hallottam mindent, én csak annyit láttam, hogy amikor már egymástól elég távol voltak, aztán egyszer csak le lett sokkolva az úr, azt el sem mondták, hogy ez így minek köszönhető. Ő mégis annak köszönhető, kedves uram, hogy az úr a gépjárművel szabálytalanul jött meg a parkolóba, azon kívül több kanyart is szabálytalanul vett, mert oda mentünk hozzá,
eléggé magorva stílusban elkezdett velünk beszélni, se vezetői engedése, semmi nem volt az úrnál, lefoglaltuk a gépjárművét, utána tovább elkezdett velünk elég furcsán beszélni, majd úgy volt vele, hogy ő nem fog nekünk engedelmeskedni, majd csak miután harmadjára szóban figyelmeztettük, hogy ennek nem lesz jó vége, utána hajlandó volt az ujját, hogy a tabletről le tudjuk olvasni az ujjlenyomatát, utána kiírtuk a számlákat, amiket nem akart elfogadni, utána meg ő még tovább ment a szóbeli inzultáció, amiután kapta a sokkolást. Szarházia. Hát csak azért, mert eléggé messze állt tőle, tehát egy hát az, jó 5-6 méter. Tud suttogni, akkor arról én nem tehetek sajnos. Micsoda? Ha az úr nem tud suttogni, és hangosan beszél ordibál, akkor én arra nem nagyon tehetek. De ordibált itt senki, csak mondom. És már bocsánat, de ilyen a hangszintem. Kérdezze még itt a testvéremet. Így van, ez így van. Nem azzal van a baj. Hanem, hogyha a rendőröket szidja és látja, hogy ott vannak a rendőrök. Szidta maga a rendőröket? Senki se szidott itt senkit. Na persze. Takarítsa már ki a fülét. Ne beszélje tiszteletlenül, hát uram, hát nem azért jöttünk ide. Tehát pont ezekről beszélek, az ilyen megjegyzések. Most egyébként tényleg tiszteletlen volt, uram? Hogy takarítsa ki a fülét? Hát igen. Hát az fürdés után mindenki kiszokta. Hát de miért feltételezi, hogy nem takarítottak ki? Tetszett nekem sem, uram. Remélem tudja, hogy vörös fokozat van. Hát, kutasson rá, tőlem aztán. Hogy önnek csak ennyit jelent a vörös fokozat. Ez egy probléma. Uram, szeretném megkérni először is, hogy disztingváljon. Itt pirosban, másodszorban. Kollégáimat, hogyan ahhoz, hogy maga úgy utasítgassa? Vegyen vissza és örüljön magának, hogy egy sokkolással megúszta az egészet. Hazudott nekem, kollégám. Így van, tehát ez most túl van tárgyalva. Amit itt a kollégám elmondott, az alapján maga örülhet, hogy itt ölbetett kézzel itt még beszélgethet. Szeretne feljelentést tenni, azt megteheti, ellenkező esetben megkérem, hogy ott az utca végén ott forduljon balra, aztán viszontlátás. Hát uram, maga hazudott nekem, hát azt mondta, hogy semmi nem történt. Én nem hazudtam, nem bizé, hazudtam. Elnézést akkor biztos. Urak, akkor maga menjen semmi csak gond. Szépen vissza a gyalog, ahova szeretne. Viszlát, urak. Viszlát. Csináltunk egy kis feszültséget itt, urak. Hát ez van. Na vajon mehetek, vagy a piroson megyek át? Hogy az adtam a gyereket? Mit ketted? Jó Istenem, srácok! Na jó van. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok. Innen fogjuk folytatni a dolgokat. Találkozunk majd. Hogyha tetszett, egy lájkot robbantsatok. Tali majd. Hello, hello, hello. Szevasztok. Sziasztok. Puszika, nyuszika, muszika. Hello. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a